Jó, kamera forog, mikrofon be van kapcsolva, szuper. Hát nem nagyon fogom vágni ezt a mai videót, bár majd meglátom, hogy mennyit kell rajta szerkezgetni. A lényeg, hogy tegnap Insta Story-ban mondtam, hogy tegyetek fel nyugodtan kérdéseket, tekintve, hogy 12 éves a szertár, ma ezekre fogok válaszolni egy videóban. Nem olvastam még őket, éppen most nyitottam meg, csak azt látom, hogy rengeteg van, úgyhogy eléggé élőben fogok nektek reagálni. Egy kicsit olyan ez, mint amikor interjút csinálnak velem valamilyen műsorban, amit annyira nem szeretek, úgyhogy nem tudom, hogy ezt most miért csinálom, mert hogy soha nem tudom, hogy milyen kérdésekre számítsak, és na mindegy, vágjunk bele. Szóval az első. 12 év, az még kiskorú. Mondjuk ez nem kérdés volt, de vitold, akkor te majd 6 év múlva felteheted a kérdésedet. Ha csak nem köt házasságot hamarabb a szertár, mert azzal is nagykorúvá válhat, mindegy, ezekbe a jogi részletekbe most nem menjünk bele. Humor kérdezi, hogy lesznek-e még kísérletek, mint régen? Hát lesznek valószínűleg, sőt, olyannyira lesznek, hogy pont tegnap jelentettük be a tudományos piknikkel közösen, a tegnapi videó után, ami abszolút egy kísérleti videó volt, hogy innentől kezdve 12 héten keresztül fogunk a tudományos piknikkel közösen kísérleteket csinálni. Igyekszünk majd ilyen gerilla kísérleteket végezni, bár vannak ezzel kapcsolatban fenntartások, hogy mennyire biztonságosak és mennyire lehet engedélyeztetni őket, de első a biztonság. Szóval lesznek kísérletek, igen, ez erre a válasz. Lesznek persze más tartalmak is, vagy legalábbis nagyon szeretném. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire kavar be a YouTube algoritmusoknak az, hogy tegnap is volt videó, meg ma is. Ez általában nem olyan megszokott itt a csatornán, de kavarjátok be a YouTube algoritmust azzal, hogy megnyomjátok a like gombot, vagy pedig, ahogy már tegnap elkezdtétek ezt az aknamunkát, a komment szekcióban is nyugodtan folytathatjátok tovább a YouTube algoritmus kavarást. Na, jöjjön a következő. Amikor elkezdted a szertárt, mik voltak a várakozásaid? Ez viszonylag gyakori kérdés szokott lenni, hogy mik voltak a várakozásaim, miért kezdtem el. Azt nagyon fontos tudni, hogy nem úgy kezdtem el annak idején a szertárt, mintha mondjuk múlt héten vagy egy éve kezdtem volna el, amikor láttam volna magam előtt, hogy mit is jelent a YouTube, mit jelent ez az egész ökoszisztéma, mert hogy ebben kell értelmezni az egészet. 12 évvel ezelőtt egy maroknyian voltunk Magyarországon azok, akik videókat arccal névvel vállalva raktunk fel. Szerintem ti is sokan ismertek ilyen youtubereket abból a generációból, szóval fogalmunk nem volt arról, hogy merre fog ez az egész vezetni, mi fog vele történni, akkor éppen egy ilyen jó hetsznek tűnt, vagy a hetsz az nem biztos, hogy a legjobb szó. Minden esetre akkor élveztük ezt az egészet. Nem tudom, hogy ők ezt mondanák-e, én a magam nevében biztos, hogy ezt mondom. Szóval nem voltak különösebb elvárásaim, hogy merre felé fog menni, milyen várakozásaim legyenek. Egyébként azt több helyen elmondtam, hogy amikor az első videómat feltöltöttem, annyira szokatlan volt akkoriban, hogy én ezt nem ismertem senkinek mondani, ismerőseimnek különösen nem. Feltöltöttem, és megvártam, hogy mi fog vele történni. És megnéztem mondjuk az első videómat pár ember. Aztán feltöltöttem a következőt is, azt megnézte kicsit több ember, aztán megint egy kicsit több ember, és így tovább. Szóval abszolút nem voltak várakozásaim, hagytam, hogy ez szépen lassan magától növekedjen, és néztem, hogy mi az, ami történik. Ennél tovább most ezt nem fogom részletezni, hiszen látjátok, hogy mi történt azóta az elmúlt 12 évben, nem csak a szertáron, hanem úgy általában a YouTube-on. Jön a következő, 12 évvel ezelőtt gondoltad volna, hogy ilyen sokáig csinálod ezt? Ez kicsit rokon az előző kérdéssel. Nyilván nem gondoltam, viszont azt mindig tudtam, vagy legalábbis akkor is úgy éreztem, hogy mindenképpen tudományos kommunikációval szeretnék foglalkozni. Akkor azért már egy ideje dolgoztam a Csodák Palotájában, úgyhogy akkor ez már megalapozódott, ezzel párhuzamosan csináltam a PhD kutatásaimat, és azt valahogy mindig éreztem, hogy a tudományos ismeretterjesztést azt szeretném csinálni. Hogy csak ezt kellett volna, vagy kellett-e volna mást is, az utólag belegondolva jó kérdés, minden esetre nem bántam meg, szóval nem gondoltam volna 12 évvel ezelőtt, hogy még mindig fogom csinálni, hogy ezt fogom csinálni, de hát azóta változott egy kicsit a spektrum, elkezdtem a podcast adásokat, kicsit a rádiós műsoromnak a folytatásaként, szóval azért változott, de az alapkoncepció az nem nagyon, úgyhogy örülök, hogy ez így alakult. Törpilla kérdezi, hogy melyik videó készítését élvezted a legjobban? Nem tudom.
Általában az szokott lenni a kérdés, hogy melyik a kedvenc kísérletem, amire abszolút nem tudok válaszolni, mert hogy ez mindig a pillanatnyi hangulatomtól függ. Nagyon sok videó készítését élveztem úgy általában, meg tök jó, amikor együtt tudok dolgozni valakivel, azokat azért élvezem, amikor magamtól jövök rá valamilyen olyan módszerre, amivel be lehetne mutatni valami jelenséget, azt megint csak nagyon élvezem, mert hogy ez valahogy felszabadítja a kreatív energiáimat. Nagyon szeretem azt, amikor valami ökörséget bele lehet vinni a dolgokba. Ha úgy vesszük, szerintem az egyik kedvenc videóm az volt, amit Habcival vettünk fel még annak idején, a Rovartani Társaságnak az év rovara szavazását, amikor meghekkeltük. Az nem tudom, az egész folyamat, ahogy elkezdtünk agyalni rajta, hogy mi legyen, kimentünk, kerestünk forgatási helyszíneket, végigcsináltuk, és utána, hogy milyen masszív mennyiségben, tudom, hogy nincs ilyen szó, de hogy milyen masszív mennyiségben szavaztatok a mezei tücsökre, kiszorítva ezzel az esélyeseket, hát ez zseniális volt. Azóta is utálnak engem szerintem a Rovartani Társaságnál, de az például egy tök jó videó volt. De ezen kívül tényleg élvezem a videókat csinálni. Balázs kérdezi, felmerült, hogy abba hagyod, ha igen, mi motivált a folytatásra? Sokszor felmerült, hogy abba hagyom. Sőt, láttátok is, hogy voltak jócskán szünetek a csatornán. Ez részben annak köszönhető, hogy amit az előbb is elmondtam, hogy amikor elindult ez az egész, akkor nagyon kevesen YouTube-oztak. Egyáltalán nem állt rá a piac arra, hogy YouTube videókkal kezdjenek valamit. Nagyon-nagyon sok falba ütköztem az elején. Hiába mondtam volna valakinek, hogy videókat csinálok az internetre, látom, hogy ez külföldön már egész jól működik. Magyarországon mindenki így nézett, hogy oké, ebben nincsen nekünk biznisz. Szóval egyrészt igen, volt ilyen anyagi oldala is, hogy egy idő után ezt nem értem meg nekem fenntartani. Másrészt pedig akkor szembesültem először az internetnek azzal a részével, amivel ma már mindenki szembesül, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni az emberek. Amikor egy nálam 10-12 évvel fiatalabb emberrel beszélgettem, talán egy éve vagy két éve erről, és beszéltem neki egy olyan kommentről, ami nagyon-nagyon a szívemben mart, és azt mondtam, hogy oké, akkor innentől kezdve nem csinálok többet videókat, akkor elkezdett röhögni, hogy senki nem mondta neked, hogy így működik az internet, és ebbe belegondoltam utólag, hogy nem, nekem senki nem mondta, hogy így működik az internet, mert hogy ez értitek, ez történelem, tehát hogy ez élesben kellett tapasztalni. Nem voltak modellek előttem, hogy mit, hogyan kell lekezelni, mert hogy nagyon kevesen voltak azok, akik videókat csináltak, ez pedig nem tudom, 3-4 éve futott akkor a szertár. Egy másik nagy leállás akkor volt, amikor Portugáliába költöztem, és az volt az az időszak, amikor tulajdonképpen beindult a YouTube, nem csak Magyarországon, hanem világszinten, vagy nem csak világszinten, hanem Magyarországon. Akkor volt ez a nagy YouTube robbanás, akkor jelent meg az a rengeteg csatorna, ami ma tényleg piacvezető, hogyha lehet egyáltalán piacvezetésről beszélni. Szóval akkora éred be az egész, én meg akkor hagytam abba pont, és hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, tök mindegy, mert nem csak a YouTube-ban határoztam meg a karrieremet, hanem, sőt, elsősorban nem a YouTube-ban, úgyhogy haladtam tovább. Szóval ez van. Aztán utána újra elkezdtem, újra abba hagytam, látjátok, hogy ingadozik, viszont amit tanultam ebből az egészből az, hogy a podcastnél sokkal jobban figyelek arra, hogy hiába nincsenek még ott a podcastek annyira a köztudatban, mint amennyire szerintem pár év múlva lesznek, azt nem fogom abba hagyni. Sőt, nagyon büszke vagyok arra, hogy most már egy 10-15 ezres hallgatótábora van a Szertár podcastnek, és ezt szeretném folytatni, erre szeretnék építeni. Úgyhogy hallgassátok a podcasteket, nem csak az enyémet, hanem a többit is, hogy minél hamarabb beérjen a podcast ökoszisztéma. No, Csabi kérdezi, én csak gratulálni szeretnék, hihetetlen, hogy ennyi év után is csinálod töretlenül. Köszönöm szépen, Csabi, nem töretlenül, de csinálom, és próbálom a jövőben is folytatni az egészet. Embergép kérdezi, miért hagytad ott a csopát, a csodák palotáját? Hát ez nagyon régen történt. Nem tudom, honnan kezdjem meg, milyen részletek, menjek bele. A lényeg nagyon-nagyon röviden, hogy 7 évig dolgoztam a Csodák palotájában, részben diák munkásként, részben utána főállásban is. Dolgoztam szinte minden pozícióban, ami ott a cégen belül létezett.
voltam vezetői pozícióban, vagy vezető alatti pozícióban, vagy nem tudom pontosan ezeket a kategóriákat. Eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy tovább kell lépni, és valami másokat is ki akarok próbálni az életben. Akkor voltunk túl egyébként egy nagy belső szerkezeti átalakításon, amiben rengeteg munkát belepakoltam, nem csak én, hanem mindenki, aki ott volt. És ez nagyon fárasztó volt egy idő után, fárasztott nagyon sok szempontból, úgyhogy ez volt részben annak az oka, hogy léptem. Nem bántam meg azóta, sőt, azóta dolgoztam 2 évig egy nagyon hasonló intézményben Portugáliában is, illetve szakmai kapcsolatok továbbra is vannak egy csomó hasonló területen, úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy kiléptem a Science Centerek világából. Na, nézzük a következőt! 8 évesen egyszer a csopában válaszoltam neked, hogy mi a szublimációja. Ezt ugyanúgy embergép írta. Tökre örülök, hogyha ilyen emlékek kötődnek ahhoz a munkához, amit csinálok, mert ez azt jelenti, hogy van valami kis impaktja, ami nyilván nem azt jelenti, hogy meg fogom váltani a világot, de ezek teljesen jól esnek, úgyhogy köszi szépen. Milyen indítatásból született a szertár? Erre szerintem válaszoltam az előbb, úgyhogy ezt most nem fogom még egyszer megválaszolni. Ha nem volt tiszta akkor, vagy nem válasz erre a kérdésre, akkor bocsi. Virág kérdezi, hogy hogyan lendültél át a holdpontokon? Hát sok holdpont volt, ez valamennyire kérdés volt az előbb, lehet, hogy akkor nem válaszoltam rá. Attól függ, hogy milyen holdpontot nézünk. Az egyik változat, amikor teljesen belefásultam a dolgokba, amikor nagyon-nagyon elvesztettem a motivációmat, és úgy éreztem, hogy nincsen értelme az egésznek, akkor nekem az a technika segített rengeteget, hogy átgondolom az életemet, vagy a karrieremet, vagy a szertárral kapcsolatos dolgokat, vagy bármire rá lehet ezt húzni lényegében, és megnézem, hogy a múltban volt, amikor jó volt, amikor rossz volt, aztán megint jó volt, megint rossz volt, tehát, hogy ezek ciklusosan ismételgetik egymást, és amikor éppen nagyon mély ponton vagyok valami miatt, akkor abba gondolok bele, hogy oké, de a jövő az valószínűleg szimmetrikus a múltra, tehát valószínűleg lesz még jó, és lesz megint rossz. Lesz megint jó, lesz megint rossz. Úgyhogy amikor mély ponton vagyok, ezt előveszem, ezt a gondolatot, kicsit lenyugszom, és akkor bele tudom vetni magam. A másik, ami megint csak a fásultságon tud valamennyire nekem segíteni, az, amit láthattatok is, hogy IGTV-n elkezdtem. Egy idő után úgy éreztem, hogy nem akarok videókat csinálni, vagy nem tudnék videókat csinálni, mert vannak túlzottan nagy elvárásaim magammal szemben, és nem tudok azoknak megfelelni. És mi a frászért csináljam ezt az egészet, mi a frászért tököljek órákat egy kompozíció beállításával, amikor megnézi 2000 ember a videót. Tehát tudom 2000 emberhez beszélni, az egy szuper jó érzés, hát... Mikor volt legutóbb, hogy leültél és 2000 embernek tartottál egy előadást? Valószínűleg soha. Úgyhogy ehhez képest, amikor látom, hogy 2000 ember néz egy videót, akkor nem ez csapódik le bennem, hanem az, hogy más videókat megnéznek, nem tudom, 400 000-en, szóval ahhoz képest nyilván semmi. És akkor elgondolkodom, hogy mi a frászért kéne ezt az egészet csinálni, ez pedig visszavesz olyannyira a motivációból, hogy rengeteg videót leforgatok, megcsinálom, és ott hever a gépen megvágatlanul, mert nem látom az értelmét. És erre találtam ki azt, hogy oké, itt van nálam a telefonom, van rajta kamera, és kicsit rá erőszakolom magam arra, hogy már pedig most videókat fogok csinálni, gyorsan, ezzel nem is nagyon tudnék bonyolult szerkesztéseket csinálni, és nekiállok ennek az egésznek, csinálom, pörgetem az egészet, és lesz, amilyen lesz. És nem fog érdekelni, és nem fog érdekelni az, hogy milyen kommentek születnek rá, hogy mennyire béna, hogy lehet ilyen vágásokat csinálni, stb., mert hát jó eséllyel úgyse szól érte senki. Úgyhogy az IGTV-n ennek a, ha úgy tetszik, küzdelemnek voltatok a szemtanúi, hogy mostanában folyamatosan toltam a videókat, és múlt héten, ami felment videó, amit ezzel a rendes kamerámmal vettem fel, az már ennek volt az előfutára, hogy próbáljam meg azt a mentalitást, amit telefonnal felvettem, átültetni a rendes, nagyobb kamerámra is, ami bár több lehetőséget ad, de próbáljam meg egy kicsit elengedni ezeket a kényszereket, és jobban élvezem a videózást. Egyébként úgy nézem, hogy igen, mert egy csomó téma van most, ami jár a fejemben, és szeretném veletek megosztani, szeretném nektek bemutatni. Nem annyira szerkesztett módon, mint a korábbi adások voltak, de ez nekem így véletlenül valakit spambe raktam. Bocsi. Lehet, hogy egy kérdés hiányzik majd.
Szóval igen, ezen szeretnék dolgozni, elvesztettem a fonalat. No, kétfülű kérdezi, hogy mit csinálnál a mai tapasztalatoddal másként? Hát ezeket nagyon nem szeretem, ezeket a felvetéseket, hogy mi lett volna, ha úgy alakul, ha már akkor is tudod, mert fogalmam sincs. Tehát, hogyha annak idején tudom, hogy a YouTube-ban mekkora karrier lehetőségek vannak, akkor egész biztos, hogy néhány dolgot biztos, hogy másképp csinálnék, csak nem szeretek ezen leragadni és ezen agyalni, ha csak nem úgy, hogy átültetem mondjuk a podcastre a tapasztalataimat, erről beszéltem az előbb. Viszont nemrég raktam ki Twitterre, egy kicsit keserűen ezt bevallom, hogyha most újra kezdhetném, akkor valószínűleg szektát építenék, amit sokan úgy értelmeztek, hogy valami áltudományos szektának az élére állnék, de valójában az jutott eszembe, hogyha nagy nézettséget szeretnék, akkor igenis felvállalom, hogy nagyon megosztó vagyok, a véleményeimet hangoztatom, kialakítok egy rajongótábort, például ettől a szótól, hogy követő meg rajongó, én a mai napig, nem tudom, rász tőle a hideg, mert nekem ne rajongóim legyenek, nekem ne követőim legyenek, tehát ki vagyok én? Tehát én nem akarok egy ilyen idol lenni az emberek előtt, hanem mutatni akarok érdekes dolgokat. Ugyanakkor meg látom, hogy elsősorban azok érdeklik az embereket, akik képesek ezt felvállalni, még akkor is, hogyha egyébként tök pozitív üzeneteket adnak át. Szóval lehet itt fikezni állandóan a youtubereket, hogy nincsen semmi érték, meg csak a nézettség számít, de ez nem igaz. Van nagyon sok példa arra, hogy valaki felvállalja, hogy ő egy véleményvezér, és tök jó dolgokkal foglalkozik, szóval biztos tudtok legalább 5 embert felsorolni. Úgyhogy igen, ebbe lehet, hogy egy kicsit jobban beleállnék. Ezt hívom szektának, mert hogy az ember ezeket az embereket vagy gyűlöli, vagy szereti, aki szereti, rajong értük, aki pedig nem, az meg lehülyézi őket folyton. Mondjuk, ha úgy veszük, engem is lehülyéznek egy csomóan folyton, szóval annak ellenére, hogy nem építettem szektát, ennek ellenére ugyanazt az utat járom. Szóval ez ebből a szempontból majd, hogy nem mindegy. Másik dolog, amit csinálnék másképp, az valószínűleg az, hogy nem skatujáznám be magam. Ez nekem egy nagyon-nagyon nagy problémát jelentett, illetve jelent a mai napig, hogy mivel kísérleteket csináltam folyamatosan, ezért nagyon sokan bepakoltak engem abba a dobozba, vagy inkább én magamat raktam be abba a dobozba, hogy akkor én vagyok az, aki kísérletez. Én vagyok az, aki egy bohóc, akit el lehet hívni egy gyerekműsorra, és majd szórakoztatja az embereket. És akkor vált ez nekem nagyon-nagyon nyilvánvalóvá, amikor párhuzamosan találkoztam azokkal az emberekkel, akik a szertárt követik, meg azokkal, akik mondjuk a rádióműsoromat követik, ahol például tudománypolitikáról beszélgettünk nagyon fontos emberekkel, élvonalbeli kutatásokról. Volt, amikor Nobel-díjas kutatóval csináltam interjút angolul, és hogy ezekre tök büszke lennék, de a másik oldalon meg ott volt a szertár, ahol kérték, hogy akkor most ez felrobbantott? Tehát, hogy ennél azért engem több minden érdekel. Közben lejárt az SD kártya. De igen, ez felvetődött menet közben több helyről, ügynökségektől, barátoktól, marketinges szakértőktől, ismerőseimtől, hogy miért nem csinálok más dolgokat is. Amikor már lehetett látni, hogy miért nem csinálok egy vlogot arról, hogy milyen Portugáliában az élet, miért nem csinálok főzőműsort, amikor nagyon szeretek főzni, és szerintem tudok is, miért nem csinálok, nem tudom, játéktesztet. Egyébként ez pont egy ügynökség kapcsán jött, hogy lenne egy szponzoruk egy játéktesztre, és hogy miért nem csinálom. Azért, mert beskatujáztam magam ebbe a kategóriába, Szóval ez van. Erre szerintem nem fogok több szót szaporítani most. Ja, és azt azért tegyük hozzá, hogy a tudományos tartalmakra azért nem nagyon tolonganak a támogatók. Ezt vegyük figyelembe, úgyhogy ha gondoljátok, a Patreon link az mindig ott van a videók alatt. Volt-e olyan kísérlet, amit a legelejétől szerettél volna megcsinálni, de végleg elmaradt? Rengeteg. Ami szerintem nagyon-nagyon sokáig ott volt, hogy ezt muszáj lenne megcsinálni, az a tűzönjárás volt, vagyis a parázsönjárás. Azt olyan szinten, hogy az Eötvös Loránd fizikai társulatnak az egyik vezetőjével, nem tudom pontosan a beosztását, még beszéltük is, hogy ezt közösen meg kéne csinálni, mert ez egy szuper jó dolog lenne. Annyi előkészület lett volna vele, annyi bizonytalanság, hogy egyszerűen az végül a kukában landolt. De
rengeteg ilyen volt. Például, amit most a gerilla kísérletező sorozatból elkezdtünk felvenni, egy szuper jó kísérlet, azt sajnos hiába vettük fel, nem mehet ki, mert ott elkövettünk egy pár figyelmetlenséget, maradjunk ennyiben, úgyhogy jobbnak láttuk, hogyha ez nem kerül ki a csatornára. Azt mondjuk meg fogjuk ismételni, ezt nagyon bár. Zétén kérdezi, hogy mi volt az a motiváció még akkor, hogy elkezd az egészet. Erről szerintem beszéltem korábban, nem nagyon volt motiváció, szerettem volna megmutatni érdekességeket az embereknek, ez pedig egy jó platformnak tűnt. Matyi kérdezi, hogy lesz-e előtte-utána kép összehasonlítás, hogy mit tesz az emberrel az ismeretterjesztés. És végül Ádám kérdezi, hogy milyen gyakran ebédelsz a semmi extrában. Hát néha szoktam ott enni, egy szuper jó étteremről van szó, nem szponzorált, viszont viszonylag ritkán eszem étteremben, mert hogy a barátaim mondják, eléggé szarrágó vagyok, viszont árérték arányban az egy szuper jó hely, úgyhogy ha úgy jön ki a lépés és arra felé vagyunk, akkor szoktam ott ebédelni. Na jó, ennyi volt a kérdéseknek a sora, hogyha választ kaptál a kérdésedre, nyomd a like gombot, ha szeretnél legközelebb választ kapni a kérdésekre, akkor is nyomd a like gombot. Egyébként meg ha végignézted ezt az egészet, akkor tudod, melyik gombot kell megnyomni. Ja, egyébként kérdés nélkül a dislike-ot én nagyon nem értem. Tehát a dislike a legfölöslegesebb gomb a világon. Az egyedül arra jó, hogy elvegye az embernek a kedvét bármitől. Mert ha valami gondod van, akkor írd le. Tehát ha nem neked való ez a videó, mert nem érdekel, akkor egyszerűen ne nézd. Ha valami más problémád van vele, nem tetszik a szerkesztés, hibásnak találod a valamelyik levezetést, akkor írd be kommentbe, hogy hello, van egy kritikai megjegyzésem, tök jó a videó, de ezen meg ezen lehetne változtatni. Abból lehet tanulni. A dislike-ból konkrétan semmit, szóval nem tudom, hogy mi vele az elképzelésed. Na mindegy. Ennyi volt mára, kövessétek a Szertárt mindenféle felületeken, sziasztok!